Általános iskolás gyerekeknek bizonygatta a szocialisták válságkezelő programjának sikerességét Bajnai Gordon. A miniszterelnök az Oroszlányi Ságvári Endre iskolában azt mondta, a kormány tétovasága is hozzájárult ahhoz, hogy a válság ennyire megütötte Magyarországot. Bár korábban azt ígérte, hogy az uniós fejlesztéseket nem fogják kampánycélokra felhasználni, most a körzet szocialista képviselőjelöltjével együtt avatott fel egy olyan összekötő utat, amit fél évvel ezelőtt egyszer már átadtak a forgalomnak. Ki viszi a pénzét külföldre, mi pedig a 70 ezer forintból itthon adózunk. Nem érdemli meg, hogy ilyen ember betegy a lábát. Nem mindenki örült Bajnai Gordon Oroszlányi látogatásának. A maroknyi tüntető sípszóval fogadta a miniszterelnököt, aki a demonstrálókkal nem állt szóba. Ott volt befele fél, ugye? 3 vagy 10 embertől. Hálásabb közönség fogadta a ságvári iskolában, ahol 6-8 éves gyerekek előtt magyarázta a válságkezelő szocialisták bizonyítványát. Bizonyos értelemben a saját lassúságunk, tétovasságunk is okozta azt, hogy minket ez a válság ennyire megviselt. De a válságban a magyarok építhettek arra a dologra, amiben nagy előnyük van másokhoz képest. Nekünk van rutinunk a válságkezelésben. Mi már annyiszor megéltük, szemben mondjuk a nyugat-európaiakkal is, hogy pontosan tudjuk, hogy amikor egy ilyen ránk köszönt, akkor nincs idő tétovázni, nagyon határozottan és nagyot kell lépni. Keleti György a körzet MSZP-s országgyűlési képviselője rögtönzött matematika órát tartott a gyerekeknek, hogy ők is értsék, milyen sok is az az összeg, amit uniós forrásokból a térség felújításokra költhet. Nagyon komoly pénzek ezek, a 3,2 milliárd forintot talán kérdezzétek majd meg a matematika tanárotokkal, hogy hogyan lehetne értelmezni, hogyan lehet a gyerekek a ti nyelvetekre lefordítani. Nagyon sok áldozatot kellett kérni a nyugdíjasoktól, a közalkalmazottaktól, és lényegében mindenkitől. És figyeltünk arra is, hogy ne csak a szegényektől kérünk, hanem mindenkitől. Mert a szolidaritás az, ami elviselhetővé tette ezt a nehéz időszakot. A miniszterelnök ezt már az Oroszlány-Bokod összekötő út átadásán mondta, ugyancsak zömében általános iskolás, igencsak fagyoskodó tanulók előtt. Több bokkodi diák szülője az ellenőrző füzetben kért magyarázatot arra, miért kell gyermekének a hidegben fél órán át Bajnai Gordont ünnepelnie, ám hiába. Kamionforgalom rettenetesen nagy. A falu teljesen önerőből, ahogy a polgármester úr beszédében el is mondta, egy 34 milliós beruházással kapcsolódó műszaki tartalmakat tett ehhez az úthoz, ami számunkra, az itt élők számára sokkal fontosabb. A bokodiak közül többen azt sem tartották ízlésesnek, hogy a miniszterelnök egy uniós pénzekből épült úttal kampányol a helyi szocialista jelölt mellett, ráadásul úgy, hogy azt már fél éve megnyitották a forgalom előtt.